gratulálok a győzelemhez. Te ezt kiharcoltátok itt hazai pályán, hogy hogy esett ez a mérkőzés? Hát hazudnék azt mondanám, hogy jól esett, a győzelem nagyon jól esett. Viszont vannak ilyen meccsek, ahol nem esnek be a gólok egyik térfelen se, nem is voltak olyan nagy helyzetek egyik oldalon, de ilyenkor ki kell kaparni a gesztenyét, és ilyen kis apróságokból felépíteni a játékunkat, mint egy ütközés, blokk, ami ma nagyon kellett. És hát a Petán megugrott és élt a lehetőséggel, úgyhogy azzal az egy góllal sikerült nyernünk, úgyhogy most kicsit örülünk neki, aztán holnap reggel 7-kor már buszra is ülünk és megyünk egy túrára. That was great. I mean, just an opportunity came about and it was just buried my head and tried to skate faster than they did. Unfortunately, I got a bit of a step ahead and put it in. Jó védett a kapusunk, nem játszottunk a legjobban, szoros meccs volt, az ellenfél is ma szerintem sokkal jobban játszott, mint a kinti meccsen, amikor játszottunk ellenük, úgyhogy jó meccs volt, rossz ég, meleg, úgyhogy nem tudom, hogy nyertünk, meg megyünk tovább. Ugye itt a Bajnokok Ligájában a hangulatra egyáltalán nem lehetett panaszt, mindegyik meccsen telt ez volt, most meg aztán pláne, hogy a lengyelek is 250 fővel jöttek, azt hiszem a két szurkolótábor egymás ergette bele a szurkolásba, hogy élted meg ezt a hangulatot? Igen, nagyon jó volt látni, hogy ennyien eljöttek, azért ez ritka, főleg a mi ligánkban, hogy ellenfélnek ennyi szurkoló eljöjjön ide, úgyhogy jó volt látni ennyi sárga pólóst is, meg így az kicsit a mi szurkolóikat is beindította, ugye, hogy még hangosabbak legyenek, úgyhogy egy jó hangulatú meccs volt, úgymond jelentéktelen meccs amúgy, szóval érdekes volt, hogy ilyen nagy hangulat meg közönség egy úgymond már nem számító meccsen, de nagyon jó volt, és örülök, hogy így volt. Yeah, it was an awesome atmosphere. You know, our fans are here every single night. It was pretty cool to see the other team travel all this way and support their club as well. It was electrifying in our building. I felt like a playoff game really, but it was great to get the win. We just have to carry momentum now into league play this weekend. Én azt hittem, hogy ez a csúcs volt ott a Zürich és a Rögle ellen, meg talán a szezon első ISHL meccsén, viszont most rátettek egy lapáttal a szurkolók. Biztos motiválta őket, hogy azért az ellenfél is hangos volt, de tényleg én ilyen szurkolás mellett még soha életemben nem játszottam, és tényleg libabőr volt jégre lépni ilyen közönség előtt, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Vége van most ennek a kalandnak, de milyen volt ez a kaland itt a Bajnokok Ligájában? Azért a két győzelem a csoport harmadik helye, ez nem rossz így a újoncként. Hát mi úgy indultunk neki, hogy minden meccsből szeretnénk kihozni a legtöbbet. Úgy érzem, hogy az a munka, amit beletettünk ott a Zürich és a Rögle, azért ők keményebb ellenfelek voltak, viszont most a hoki is úgymond visszaadta, és belekóstolhattunk, hogy milyen győzni a Bajnokok Ligájába, úgyhogy szeretnénk ezt átvinni a szezonra is, és minél többször átélni ezt, főleg itthon is, idegenbe is, de minél több meccset nyerni, és a célunk, hogy bajnokságot nyerjünk idén. It was just great to be a part of this club having their first chance in the Champions League, and not only that, to get a couple wins under our belt. It's just great to be a part of the group, and I think we should be proud of ourselves in the final couple games of the Champions League, and take that momentum into league play, where it's really important for us to get back on track. Nyáron tértél vissza Fehérvárra, hogy érzed itt újra magad, és mennyire sikerült már a Kevin Konstantin által játék struktúrát elsajátítani? Hát én igazából hazatértem most. Itt nőttem fel 9 éves koromtól 18-ig, tényleg a lelátón néztem minden meccset, úgyhogy ez még kicsit felfoghatatlan, hogy most meg rajtam van ez a mez. Minden meccs előtt kicsit azért átgondolom, és csak nézem a mezt, megfordítom, és hogy rajta van a nevem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt játszhatok, és hogy ekkora bizalmat kaptam Kevin Konstantintól, úgyhogy szeretnék is élni ezzel a bizalommal, és segíteni a csapatot pontokkal, gólokkal, ütközésekkel, amilyen szerepet és amilyen feladatot kapott. Folytatódik a bajnokság, mentek egy túrára. A legutóbbi mérkőzés az nem elég bal szerencsésen ért véget. El tudtátok azt megfelejteni? Persze, hát nem, azért sok meccset játszottunk már karrier során, meg így a bajnokságban is sok meccs van minden évben, úgyhogy ezen nem nagyon nagy az ember sokáig, de most idáig volt egy pár olyan meccs, amit a végén elvesztettünk, meg szoros meccseket, úgyhogy most már jól lenne ez kicsit javulnunk ezekbe a dolgokba a meccs végére, és felénk fordulna a szerencse.